Mindenkit sok szeretettel köszöntök, a mai alkalommal megnézzük azt, hogyha például létrehozunk egy rajzenemet, akkor a rajzparancs futását milyen módosítókkal tudjuk tovább finomítani, szabni, Valamint ráfordulunk a 3D szerkesztés alapjaira is. A kezdő rajzelemünk, amelyeken az alapismereteket át fogjuk nézni, az a téglalap lesz, mivel egyébként ritkán szoktuk használni ezt a rajztípust. Gépeljük be a parancsolba a tégl utasítást. Válasszuk ki a parancsolból, ilyenkor elindul a téglalap létrehozó utasítás. Figyeljük meg, hogy a szögletes zárójelek között további opciók érhetőek el. Ilyen a letől, a szint, lekerekít, vastagság és szélesség. A parancsolba azokat a karaktereket, vagy karakterpárokat, sorozatokat kell begépelnünk, amelyek a szövegben nagybetűvel vannak szedve. Újabb autókedekbe kék színnel is ki vannak emelve, valamint az egér segítségével is rájuk lehet klikkelni. De mi még ezt ne tegyük meg, szimplán hozzunk létre egy téglalapot. Klikkeljünk a modelltér egy tetszőleges pontjára, majd átlósan tegyük le a szemközti pontot, létrejön egy téglalap. Semmi extra nincs benne, azt tudjuk, hogy igazándiból ez egy vonallánc, hiszen utána a fogók segítségével tetszőlegesen el tudjuk az alakját torzítani. Töröljük ki most! Oké, menjünk neki még egyszer, gépeljük be a tégl utasítást, és nézzük meg, hogy hogyan érjük el a letör opciót. Ugye rá is klikkelhetnék, de először én a billentyűzetet használva beírom a T karaktert. Azért azt, mert az van nagybetűvel szedve, valamint kék. Ütök egy entert. Ilyenkor megkérdezi tőlünk az autóket, hogy adjuk meg a téglalapok első letörési távolságát. A kacsacsörök között mindig az aktuális érték látható. Tehát, hogyha nekünk a nulla jó lenne, akkor csak egy Entert kellene nyomnunk. Én most azt mondom, hogy ez legyen 10. Utána megkérdezi a második letörési távolságot, és már beírta a 10-et a kacsacsoridők közé. Én ezt most elfogadom, ezért csak Entert ütök. Ezután már meg is rajzolhatom a téglalapot. Látható, hogy szépen letörte a sarkokat az autóked. Oké, okay. szépen menjünk tovább. Tégl, és most nézzük meg a letölnek a párját, a lekerekített. Ezt most úgy fogjuk elérni, ezt a funkciót, hogy ráklikkelek. Ez egy nagyon klassz újítása az autókednek. Klik, benne is vagyunk. Azt mondja, hogy adja meg a téglalapok lekerekítési sugarát. Ha ez nulla, akkor nyilván nem történik lekerekítés, de ha 10, akkor 10 rajzi egység lesz a körnek a sugara. Ütünk egy entert, és már is tudjuk rajzolni a téglalapot figyeljük meg, hogyha nincs nincsen hely a letörése vagy a lekerekítése, akkor nem fogja tudni véghez vinni a műveletet az autóked. Csak akkor fogja kirajzolni, ha geometriailag elfér. Ez sokszor okoz fejfájás kezdő autókedeseknek, hogy hiába állítják be az adott értéket, nem történik semmi. Persze ez azért van, hiszen geometriailag nem fél el az az ív, amit oda sugárként definiáltunk. Hogyha a tetsző Főleges alakot elértük, klikkeljünk az egérrel, és tegyük le a sarokpontot. Nagyszerű. Létre is jött egy lekerekített téglalapunk. Töröljük ki, és ugye Space Enterrel adjuk ki az utoljára kiadott parancsot, ami esetemben ugye a töldés miatt a volt, ez nem jó, tehát be kell gépelnünk, hogy tégl, Enter, és akkor most jön két érdekes tulajdonság. Az egyik a vastagság, a másik a szélesség. Nézzük meg első körben a szélességet. Az L karakter beírásával tudjuk elérni Enter. És ugye a kacsacsörök között a nulla olvasható, hát legyen legalább 10 az egység széles a téglalapunk, majd Enter, és szépen rajzoljuk meg. Látható, hogy benn maradt a lekerekítés le le is ezért most lekerekített, és 10 arzi egység széles téglalapot hoztunk létre. Szuper! Most ezt meghagyjuk, és nézzük meg a következő tulajdonságát a téglalapnak, ez pedig a vastagság. Ráklikkelünk, nulla az értéke, mi most írjunk be ide mondjuk egy 20 és szépen rajzoljunk egy újabb téglalapot, ami ugye kísértetélyesen hasonlít az előzőre. Tíz rajzi egység széles, de a vastagság nem látszik. Ugye ez a tulajdonság a Z-tengely mentén van értelmezve. Igaz, hogy mi alapvetően az autókerben eddig síkban dolgoztunk, azaz csak az XY koordinátákat vittük be, de ettől még az autókeret mindig beírta a Z értéket is, ami ugye nulla volt. Esetünkben ez most már nem nulla, hiszen vastagsággal is rendelkezik a lajzenem. Nézzük meg, hogy térben ez mit is jelent. Nagyon könnyű megnézni, vizualizálni ezt a rajzi tulajdonságot. A jobb felső sarokban látható a nézeti kocka, vagy más néven View Cube, aminek mondjuk a bal alsó sarkára klikkelve átmegyünk egyből három d nézetbe, ugye délnyugati izometrikus nézetben vagyunk. És most már tudjuk is értelmezni ezeket a tulajdonságokat. Azaz mi az a szélesség, és mi az a vastagság. Természetesen szépen körbe is járhatjuk ezeket az objektumokat. Azaz létrehoztuk az első 3 d modellünket az világában. A, ba, a, a modelltér bal felső sarkában lehet ugye beállítani a nézeteket, legyen délnyugati izometrikus, valamint hogy milyen rendelési eljárással jelenítse meg nekünk az autóked, A koncepcionális az nagyon látványos tud lenni, mert néha ugye azért vannak benne kisebb hibák, hogy színeket is adjunk hozzá, gyorsan valami szint válasszunk ki, a tulajdonságok közül valami szint adjunk ezeknek, szépen itt vagyunk, takart vonalas, és a többi. Jó, oké, okay. szuper. Tulajdonképpen meg is csináltuk az első 3D-s modellünket. Most nézzük meg, hogy hogyan lehet egyszerre ö, két nézet ablakunk is. Ha vissza akarunk térni természetesen a kétdimenziós nézetre, akkor felül nézetet válaszunk, valamint válaszuk ki a 2D drótvázat, ez az alapértelmezett nézet, ebbe szoktunk dolgozni. Most pedig a nézet fülön, a nézet ablakoknál ki a kettő függőleges nézetablakot, tehát két ablak lesz egymás mellett. Egyik másik. Ugye itt nincsen bekapcsolva a háló, de természetesen itt is be lehet kapcsolni, tehát ezek egymástól függetlenül teste szabható ablakok. Szuper! Itt most létrehozok egy kört, egy vonalat meg mondjuk egy téglalapot, ugye ez ugyanolyan paraméterekkel jön léte, mint az, eddigi, az eddigiek, és akkor ez megmarad felülnézetbe, mert mondjuk itt praktikusan tudunk gyorsan szerkeszteni, itt pedig megnézzük a 3D-t. Szépen egymástól függetlenül lehet az ablakokat mozgatni. Utólag is lehet vastagságot is hozzárendelni az objektumokhoz, kijelölöm most a kört, jobb klikk, tulajdonságok, és látható a Property gridbe a vastagság. Ez most nulla. Beállítom 20. -a. És akkor jobb oldalt egyből megjelenik a vastagság. Ugyanezt megtehetjük a vonal rajzelemnél is, vastagság mondjuk 25. Szuper! Hát ezeknek is adjunk valami szint, mert úgy talán egy kicsit elegánsabb lesz a megjelenítése ezeknek a rajzelemeknek és akkor itt pedig ugye tudjuk állítani a rendelési eljárást. Oké. Okay. Ugye a vastagságot nem minden rajzelemnek lehet beállítani itt a tulajdonság Még nézzük meg a vonallánc rajzelemet, VL parancsot kiadjuk. Szépen leteszünk pár rajzelemet. Ugye látszik, hogy ahogy a felülnézetben dolgozok, jobb oldal szépen megjelenik a másik ablakban is az, amit éppen rajzonunk. Enterrel lezárjuk, kijelöljük, ugye itt is ki lesz jelölve, ez egy klassz dolog, és akkor vastagság beállítása utólag itt is megtehető. Viszont a vonalláncnak a, mivel a téglalap is egy vonallánc, ezért a vonalláncnak is lehet szélességet adni, akkor, amikor elkezdjük létrehozni. Tehát még egyszer belemegyek a vonalláncba, megadom a kezdőpontot, és ugye megkérdezi azt, hogy fér szélesség ezért szoktam azt mondani, hogy az autókedben lehet a parancsor ismerete, mély ismerete nélkül is dolgozni, sikereket elérni, de igazán kényelmes eszközé csak akkor válik a szerkesztő kezébe, ha a parancsort is ismeri. Tehát most belemegyünk a félszélesség opcióba, F karaktert lenyomjuk, Enter, Megkérdezi, hogy mennyi legyen a kezdő félszélesség, ez ugye nulla, ez most legyen mondjuk 5, és mennyi legyen a befejező fél szélesség, ez is legyen 5, ezért enter. És innentől kezdve már látható, hogy szélességgel rendelkező vonalláncot hozunk létre, ne ijedjünk meg a csatlakozások látványa miatt, az is beállításokkal szabályozható, enterrel lezárjuk, és szépen össze is illesztette az egyes szegmenseket. Tehát van szélességünk, és utólag gyönyörű szépen hozzá tudjuk adni a vastagságot, ugye mondjuk 20-as értékkel. Tadám, és itt vagyunk meg elkészítettünk mondjuk egy vált falat, vagy bármit, csak a képzeletünk szab hatát annak, hogy mit látunk bele ezekbe a modellekbe. Oké. Okay. Utólag lehet természetesen a másik ablakba is szerkeszteni, módosítani ezeket a dolgokat. De ezekről majd egy kicsit később fogunk mélyebben beszélni, megismerkedni. Egy utolsó tippet mutatnék, ha már a fél szélesség előjött a vonalláncoknál, sokszor van az a feladat, hogy nyíl fejet. Valamilyen mutató nyílnak, nyílnak kell valamilyen fejet szerkesztenünk, ezt sokszor vonalláncot tesszük meg, hogy ja, belemegyünk a vonalláncban, megadjuk a kezdőpontot, a fél szélesség az legyen nulla, tehát ugye nulláról indulunk, de a befejező szélesség az mondjuk legyen 5. És akkor látható, hogy nullából megyünk, majd ötbe futunk át lineárisan, tehát igazándiból egy nyíl feje tudunk definiálni. Ha ez a látvány nekünk megfelelő, akkor befejezzük a szerkesztést, enterre lezárjuk, és már is létrehoztunk egy nyíl fejet. Ez nem tartozott szorosan a témánkhoz, csak ezt, beszerettem volna ezt mutatni nektek, hogy ilyesmit is ugye meg lehet tenni a szélesség tulajdonsággal. A röviden még annyit szeretnék elmondani, hogy három fő modellezési eljárás van, ha három délről van szó. Van az alap modellezés, amikor vastagság és szélesség tulajdonságokkal ruházuk föl az eddig is használt és objektumokat. Ezen kívül van felületmodellezés és van szilárdtest modellezés. Ezekről később fogunk majd beszélni, de mindegyikre sor fog kerülni. Tartsatok velem legközelebb is, és sziasztok!